Jó estét kívánok! Én Keresztesi Dávid vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm Önöket innen a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának épületéből. Ez a 8. bölcsdiákok vetélkedő második elődöntője. Ez a vetélkedő egy teljes tanévet felölelő országos szintű verseny, melynek során a diákok játékos feladatok révén ismerkednek meg a magyar és más népek szokásaival, a magyar és világirodalom kiemelkedő alakjaival, történelmünk nagyjaival, valamint a különböző tudományágak terén jelentőset alkotó nevekkel. Az idei vetélkedőre is 4-5 fős 9-13. Osztályos diákokból, valamint egy vezető tanárból álló csapatok jelentkezhettek. Idén 92 benevezett csapat küzdött a háromfordulós előselejtezőben, hogy a 10 legjobb csapat között részt vehessen a két televíziós elődöntőben, ahonnan a két-két legjobb csapat jut majd tovább a szintén reflektorfényben zajló döntőbe. Kezdődjön tehát a 8. bölcsdiákok országos szintű vetélkedő, melynek címe kulturális sokszínűség, fő témaköre pedig az olyan népcsoportok kultúrája, amelyek egy nemzethez tartoznak, viszont jelenleg nem egy ország határain belül élnek Európában. Az elődöntő feladatainak témája a Felvidék, Kárpátalja és Délvidék történelme, természeti és épített öröksége, a fent említett vidékek híres magyarjai, valamint Mikszáth Kálmán élete és a munkássága. Elolvasásra pedig Mikszáth Kálmán Gavallérok című művét jelölték ki a szervezők. Indult tehát a második elődöntő. Jó szurkolást, jó szórakozást mindenkinek! A második elődöntőben is 5 csapattal játszunk, velük szeretnénk megismerkedni a továbbiakban. Megkérnélek benneteket, hogy mutatkozzatok be, mutassátok be a kabala baglyotokat, a kedves közönség pedig biztosan tudja már, hogy ezt egy előzetes feladat során szabadon választott anyagból és technikával készítették el a diákok. Első bemutatkozóként jöjjön a Jósika Miklós Elméleti Liceum tanulói, mégpedig a királylányok. Tordáról jöttünk. Jósika Miklós Elméleti Liceumból. Csapatunk a királylányok. Egy egyszerű szójátékból született ez a név. Az osztályunkban nőuralom van, minden fiúra 3 lány jut, megbecsüljük a fiúkat és mi is Lorit. Ezért a családnevét választottuk a bagjunk előnevének. Mi is szeretjük, hogy királylányok vagyunk, de persze csak kötőjellel. 9-esek vagyunk, ezért a kabalánk egy bagoly bébi bendegúz. Ő nagyon szereti a fészekben, mi is az osztályba és a Jósikába. Kik is vagyunk? Botár Dóra. Németh Király Lórán. Nagyosi Timea. És Komáromi Aliz. A folytatásban a Marosvásárhelyi Elektromaros Technológiai Liceum diákjait ismerhetjük meg. Ők a Transzilvák. Mi vagyunk a Transzilvák, kik a Szilvát és Transzilvániát egyaránt kedveljük. A Marosvásárhelyi Elektromaros Technológiai Liceum tanulói vagyunk. Andor, a matek zseni, aki nagy előszeretettel ismerkedik a két ismeretlenes egyenletekkel. Lacika, a rajzmester, akinek a kezében a ceruzák pontossága és sebessége ámulatba ejtő. Illés, a gyakorlati elektronika egyik precíz művelője, az ő keze alatt az ellenállások lábai mindig egyenesek. Alpár, aki a művészeteket kedveli, bárcsak a színészkedést tűzi. És Pityu, aki papírmasé technikával készült és jött Marosvásárhelyről. Van még egy csapatunk a Tordai Jósika Miklós Elméleti Liceumból, ők pedig nem mások, mint a mászok. Ha piros pólót láttok, fel nem adhatjátok. Tordai Jósikások. Mi vagyunk a mászok. Az én nevem Márton Panna. Borsos Réka. Bácsú Noémi. Kis Tamás. Ő itt pedig Béla a bagoly, papírmaséból készült, és őt is a csapatunk tagjának tekintjük. Következő bemutatkozónk az Érmihályfalvai egyes számú mezőgazdasági főgimnázium tanulói, illetve az ő csapatuk, az Észbontók. Mi vagyunk az Észbontók, a bagjunk neve gipszi, mivel fő alapanyaga a gipsz, a készítés folyamán megszilárdult, mint a csapatunk a verseny alatt. Ami minket illet, 3 vagyunk fiatalok, megoldjuk a feladatot. Fruzsi vagyok, szép és okos, néha nagyon akaratos. Ádám vagyok, nagyon laza, a főnéménnyel megyek haza. Józsi vagyok, szemüveges, egyszerűen tökéletes. Arcunk szép és eszünk éles, jól hallották, ez nem téves. Észre jöttünk mindidáig, büszkénk ránk az ősapáink. Kedvünk nem fogy, célunk biztos,
ami persze nem is titkos. Nem biztos, hogy mi nyerünk, de azért mindent megteszünk. És végül, de nem utolsó sorban a mai ötödik csapatunk, akik nagy valószínűséggel rajonganak Harry Potterért, ők a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium diákjai, a Gryffindor. Voxford. Varázslóiskola. Április 22. Földnapja. Négy lelkes varázslótanonc vágott neki a hosszú útnak, hogy megszerezze a bölcsekkövét. Bálint, az író. Noémi, a művész. Zolti, a vezér. Orsi, a könyvmoly. Magunkkal hoztuk csapatunk a baláját, Hedviget, a baglyot, aki a földnapi alkalmából újrahasznosított anyagokból készült, és a híres sorozat egy fő gondolatát hordozza magában és üzeni mindnyájunknak. Arra gondoljatok, hogy a történelem minden nagy varázslója ugyanúgy kezdte, ahogy mi, diákként. Ha nekik sikerült, nekünk miért ne? Nos, tehát ezzel az öt csapattal játszunk ma este, de természetesen mire menne a vetélkedő egy valamire való zsűri nélkül, akik évről évre változatlanok. Köszöntjük most is nagy szeretettel Markó Bálintot, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettesét és a Bábesbolyai Tudományegyetem magyar biológiai és ökológiai kartanárát. Itt van velünk Kovács Gábor, a Bábesbolyai Tudományegyetem interdisziplináris bionanó tudományok intézetének kutatója. Molnár Galaci Júlia, angol szakos tanárnő, a bölcsdiákok vetélkedő feladatlapjainak összeállítója. És végső, de nem utolsó sorban Márton Katalin, gazdasági irodavezető a Communitas Alapítványnál, illetve a bölcsdiákok országos szintű vetélkedő szervezője. Hát kedves zsűri, örülünk, hogy ma este is velünk vagytok. Megkérnélek benneteket, hogy értékeljétek a bemutatkozásokat. Kata, tiéd a szó. Kedves bölcsdiákok, szeretettel köszöntünk benneteket. A bagoly ugye egy éjszakai állat, ami azért különleges, mert a sötétben is lát, tehát tud tájékozódni. Nekünk, ti vagytok a fények, ti ezek az ügyes, kreatív, tehetséges erdélyi magyar fiatalok vagytok, ezek a fények, akik a jövőnket fogják majd megvilágosítani. A bemutatkozásra és a bölcsbagoly kabalára összesen 3 pontot adtunk, a pontszámok pedig a következők. A királylányok csapata 2,44 pontot szerzett, a transzilvák 2,75 ponttal lettek gazdagabbak, a mászok csapat 2,25 pontot kapott, az észbontók 2,88 pontot kapnak, a Gryffindor pedig 2,63 pontot. Gratulálunk és hajrá tovább! Köszönjük szépen, mi pedig már is megyünk tovább az első olyan feladattal, ami itt már élőben megy, ez pedig nem lesz más, mint a villámkértések. 15 kérdést fogok feltenni nektek, aki pedig a leggyorsabban nyomja meg a gombot, már is lehetőséget kap majd a válaszadásra. Gombnyomás után mindenkinek 8 másodperce van arra, hogy megválaszolja, illetve amennyiben rossz válasz hangzik el, vagy nem hangzik el válasz, akkor természetesen a 8 másodperc lejárta után lehet majd ismételten rabolni. Az első 5 kérdés Mikszáth Kálmán életéhez kapcsolódik, nézzük az első kérdést. Hol található ma Szklabonya, Mikszáth szülőfaluja? Országot keresünk. Királylányok. Szlovákiában, Nógrád megyében. Pontosan. Jön a második kérdés. Hol végezte Mikszáth gimnáziumi tanulmányai nagy részét? Gryffindor. Rimaszombaton. Így van, a rimaszombati protestáns gimnáziumban. Harmadik kérdés következik. Hányszor vette el Mauks Ilonát feleségül? Észbontók. 2. Pontosan. Negyedik kérdés. Milyen mandátumot kapott 1887-ben? Tanszilvák. Ő lett az országgyűlési képviselő. Így van, tökéletes. És az ötödik kérdés. Hány éves korában halt meg Mikszáth Kálmán? Tanszilvák. 63. 63, így van. 1910-ben egészen pontosan. A következő 5 kérdés már Mikszáth Kálmán munkásságához kapcsolódik, erre kell majd koncentrálni. Nevezzétek meg Mikszáth Kálmán egy írói álnevét a 135-ből.
Gryffindor. Skull. Így van. Jól van. Második kérdés következik. Melyik lap munkatársa volt Szegeden? Transzil. A Szegedi Napló. Pontosan. De gyorsak vagytok, jól van. Harmadik kérdés következik. Melyik elbeszélését jutalmazta az igazmondó pesti hetilap 10 aranypályadíjjal? Melyik elbeszélését jutalmazta az igazmondó pesti hetilap 10 aranypályadíjjal? Észbontó. Tóth atya fiak? Nem. Járjon le a 8 másodperc. Fekete város? Nem. Ami a lelkeket megmérgezi, ez volt az a bizonyos elbeszélés, 1871-ben írta egyébként. A negyedik kérdés következik. Milyen társaságok választották rendes tagjuknak? Gryffindor. A Kisfaludi és a Petőfi Társaság. Pontosan, tökéletes válasz. Ötödik kérdés. Mivel ünnepelte a Nemzet Mikszát írói pályafutásának 40. évfordulóját? Két példát szeretnék. Mivel ünnepelte a Nemzet Mikszát írói pályafutásának 40. évfordulóját? Királylányom. Jubileummal. Konkrétan keresünk valamit. Jó, elengedjük ezt is. Jó, emlékünnepet rendeztek számára a Vigadóban, első Ferenc József király a Szent István renddel tüntette ki, a Nemzet megajándékozta anyai őseinek visszavásárolt birtokával, és így tovább, és így tovább. A villámkérdések harmadik fordulója következik, mégpedig a gavallérokhoz kapcsolódik a következő öt kérdés. Melyik vármegye a mű helyszíne? Gryffindor. Ságos. Na, úgy van, jó van. Jó a válasz, ne féljetek mondani. Második kérdés. Mi a férfi vendégek nagy többségének foglalkozása? Gryffindor. Hivatalnok. Így van. Harmadik kérdés. Mi az első árulkodó jel arról, hogy a pompa csupán színjáték? Transzilvák. Na, gyerünk nyugodtan. Az, hogy nem volt, minden kölcsönözve volt. Nem pont erre gondoltunk. Gryffindor. Az, hogy az inasnak a hátára, hogy az inasnak a felsője használt volt. Így van, így van. Negyedik kérdés. Miért illeti meg a mennyasszony mostoha apját a méltóságos úr megszólítás? Gryffindor. Azért, mert egy nyugalmazott őrnagy volt és kamarás. Igen, igen. Császári és királyi kamarás volt, pontosan. Ötödik kérdés. Mi a vén sipeki visszatérő megjegyzése valahányszor az örömanya elsírja magát? Jó, hogy megvárjátok, míg befejeztem. Tessék. Nem szeretnék anya lenni. Nem szeretnék anya lenni, így van. Jó, hát ezzel véget ért a 15 kérdéses első fordulónk. A zsűri mindjárt eldönti, hogy ezt a kérdést pontozza, vagy nem pontozza. Szeretném felkérni a kedves zsűrit és Julit, Molnár Galaci Júliát, hogy értékelje ezt a fordulót. Kedves bölcsdiákok, a villámkérdések próba nem csak a tudásról és a gyorsaságról szól, hanem arról is, hogy ebből a nagy bibliográfiai anyagból, amit nektek előállítottunk, előkészítettünk, abból elő kell valahonnan keresni azt a választ. És meglepően ügyesen és okosan válaszoltatok, úgyhogy a pontszámok a következők, királylányok 0,5 pont, transzilvák 1,5 pont, mászok 0,5 pont, észbontok 0,5 pont, és Gryffindor 3,5 pont. Gratulálunk! Folytatjuk a második feladattal, ez pedig nem lesz más, mint a betűrejtvény. Ez egy picit úgy néz ki, mint egy akasztófajáték. Híres magyarokat keresünk a diákoknak előzetesen megadott bibliográfiából. Lehet ez politikus, író, költő, festő vagy éppen énekes. A neveik betűit vonalkák jelölik, én pedig csapatonként három kérdést fogok nektek feltenni, helyes válasz esetén pedig megfordul majd egy betű. Minden kérdés után a csapatnak 5 másodperce van válaszolni, ha addig nem sikerül, már is kapják a következő kérdést. Betű csak helyes válasz esetén fordul, illetve a három kérdés elhangzása után kaptok majd egy kis segítséget ahhoz a
személyhez, akit éppen rejt az akasztófa, és utána 10 másodpercetek van kitalálni, hogyha nem, akkor utána egy másik csapat rabolhat. Ők viszont csak a helyes megfertésért járó 2 pontot vihetik el, a maximális 3 pont ugye a 3 helyes kérdés megválaszolásával nyilvánvalóan azt a csapatot illeti, aki éppen játszik. De nézzük, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Jön az első kérdése a királylányok csapatnak. 1629-ben Radváncon született magyar költő, Alispán országgyűlési követ. Ki lehet ő? Gyöngyösi István. Gyöngyösi István, így van. Már is megjelenik egy betű a képernyőn. Melyik időszakban nem használták a felvidék kifejezést a szakirodalomban, illetve a médiában? Szocializmus lett volna a helyes megfejtés. Egyébként az 5 másodperc az mindenkié, itt nyugodtan lehet találgatni, és hogyha az alatt az 5 másodperc alatt sikerül eltalálni, akkor azt elfogadjuk, nem csak egy választ fogadunk el. Harmadik kérdés, milyen nemzetiségű Kárpátalja lakosságának nagy része? Miért nem mondjátok hangosan? Ukrán. Nem pont ezt keressük, vagy hasonló. Szovjet. Ruszin, így nevezik ezt a népcsoportot, Kárpát-ukrán. Ezt kerestük volna, és nézzük, hogy ki lehet az akasztófa mögött. Szabadkán született, író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a nyugat első nemzedékének kimagasló formaművésze, a 20. századi magyar szépróza és líra egyik legnagyobb alakja, Csád Géza unokatestvére. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső. Így van, így van. Tietek a pont. Az észbontóknak mondanám, hogy rabolni szólok én, hogy mikor lehet, jó? De hiszem, hogy tudtátok volna. Már is megyünk tovább, a transzilvák feladványa következik, és itt az első kérdés. Hová tartozott 1648-ig Kárpátalja, Ung vármegye kivételével a Bocskai Istvánféle szabadságharcot lezáró bécsi békét követően? A Szovjetunióhoz. Nem. Gyerünk. Csehszlovákiához. Nem. Az erdélyi fejedelemséghez tartozott Kárpátalja. Jön a második kérdés. Melyik országhoz tartozik a Vajdaságnak nevezett közigazgatásilag autonóm tartomány? Tehát melyik országhoz tartozik a Vajdaság? Szlovákia? Nem. Mondjatok környező országot. Transzilvákkal játszom. Ez aranyos volt. Szerbia volt a helyes választ, ezért nem tudunk pontot adni, csak az a csapat válaszolhat, aki játszik, de Szerbia lett volna egyébként. Jön a harmadik kérdés. Melyik Magyarország határon túli magyar lakta területen található Beregszász? Tehát melyik Magyarország határain túli magyar lakta területen található Beregszász? Kárpátalja. Így van. Jó, és akkor nézzük a feladványhoz tartozó segítséget. Magyar epikus énekszerző. 1548-1574 között tevékeny, viszont életéről keveset tudunk. 1548-ban valószínűleg református iskolamester volt Nagyidán, a Perényiek birtokán. Itt fejezte be Nagy Sándorról írt verses históriáját. Műveiből jelentékeny műveltség és a klasszikus és keresztény irodalomban való jártasság tűnik ki, históriás énekeket és dogmatikus verseket szerzett. Ilosvai Sejmes Péter. Így van, tökéletes. Jól van, már is menjünk tovább. A tordai mászok betűrejtvénye következik. Na most lehet bátran, jó? Első kérdés. Ki védte majdnem 3 éven keresztül a tököli szabadságharc során Munkácsvárát? Zrínyi Ilona. Ő védte Munkácsvárát. Második kérdés, melyik a felvidéki magyar koronázó város? Pozsony. Így van. Jól van. A harmadik kérdés következik. Hány hivatalos nyelv van a Vajdaságban?
Na, azt mondjátok meg, hogy most miért nem tippeltek. 2. Nem. 1. Nem. 3. Nem. 5. Nem. 6. Hát de tényleg, itt mikor számot keresünk, miért nem kezdétek el, ott valahol találkozunk. Na jó, mindegy. Megyünk tovább, jön a segítségetek. Honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter. 1838. májusában lépett hadaprótként az 5. tüzér ezredbe. 1842-ben a magyar királyi nemesi testőrségbe, majd végül a bécsi gárdába is sikerült bejutnia. A gárdában ismerkedett meg Görgei Artúrral, akivel ettől kezdve szoros barátság kötötte össze. Részt vett az első komáromi ütközetben, majd a vár felszabadítását eredményező hadművelet után Görgei helyetteseként átvette a hadügyminisztérium irányítását. Ki lehet ő? Ki van a képen? Klapka György. Pontosan. Jól van. Jó, az akasztófázás nagyon megy. A kérdés-válaszolgatás talán egy picivel nehezebben. A negyedik csapat következik, az észbontók. Lássuk, hogyan boldogulnak az Érmihály falviak. Melyik Kárpátalja két legnagyobb települése? Mondjatok egy települést legalább. Vagy nem. Ungvár és Munkács lett volna a helyes válasz. Második kérdés. Milyen területek tartoznak a 19. század előtt a Felvidékhez? Milyen területek tartoztak a 19. század előtt a Felvidékhez? Tótsági vidékek, szláv lakosságú északi vidékekről van szó. Harmadik kérdés, ki volt Eszterházy János? Mártír és politikus. Na de nézzük meg legalább a vonalkák száma alapján, meg a segítséggel, hát hogyha sikerül mégiscsak kitalálni. Magyar színésznő, a nemzet csalogánya. Szülei vándorszínházi társulattal járták az országot, mikor Losoncról tartottak Rimaszombat felé, várandós édesanyja Rimaszombat első lakóházában, Marcell József Csizmadia mester házában hozta világra leányát. A nemzet csalogánya. Ki ő? Bonca Berta? Nem. Ő is lehetett volna, de nem ő az. Brühl Adél? Nem. Nem. Mondhatjuk? Bertha. Aki megnyomta a gombot, akkor azt mondja. Királylányok. Blaha Luisa. Blaha Luisa. Az 5. csapat feladványa következik. Íme az első kérdés. Kedves Griffendél. Mi okozta Munkácsi Mihály korai 56 éves halálát? Mondjátok csak nyugodtan. Az, hogy fiatalkorában szifiliszt kapott, és később idegbeteg lett. Igen, szifiliszfertőzés, igen. Második kérdés. Melyik magyar költő törökverő nemes született Zólyomban? Balassi Bálint. Balassi Bálint, pontosan. Harmadik kérdés. Melyik Szlovákia legnagyobb számú magyar lakossággal rendelkező települése? Mondjatok településeket. Sklabonya. Nem. Nyitva. Nem. Komárom. Lett volna a helyes válasz. Viszont két betűt így is kaptatok, és most jön egy kis segítség. Megkérem a csapatokat, hogy én szólok, hogy mikor lehet nyomni. Jó? Hogyha rabolni akartok. Zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus. Családja felvidéki eredetű, édesapja a Pozsonyi Királyi Katolikus Főgimnázium tanára volt, aki lelkesen érdeklődött a művészetek iránt. Tehetséges csellista volt, rendszeresen is elismerten szerepelt a pozsonyi polgárság zenei igényeit kielégítő koncerteken és házi muzsikálásban egyaránt. Míg Liszt Ferenccel is találkozott, és játszott is együtt egy pozsony koncert alkalmával. Ki van a képen? Romanyi. Miért nem hangosan találgattok? Mondjad. Csak a család nevét tudom. De Romanyi. Hát... Romanyi. Gézo. Nem tudom. Lehet rabolni. Királylány. Romanyi Ernő. Pontosan.
Na hát így raboltak kétszer a királylányok, ez alatt a forduló alatt, a betűrejtvény forduló alatt. Gratulálok nektek, kedves csapatok, most pedig ismét a zsűrié a főszerep. Szeretném felkérni Bálintot, hogy értékelje ezt a próbát. Kedves versenyzők, hadd köszöntselek én is titeket. Nem volt egy egyszerű feladatotok ezúttal sem, hiszen ki kellett találni néhány betűből, jó eséllyel volt, amikor ugye egészen kevésből vagy egyetlenből sem az, hogy kiről is van szó. Amit külön kiemelnék, hogy olyan ugye személyekről volt szó, akiket ki kellett találni, akik a magyar kultúrának fontos alakja, és én örülök annak, hogy utána kellett ezeknek a személyeknek nézni, és az életrajzukat egy kicsikét, mondjuk azt, hogy szemrevételezni. Hát nagyon érdekes volt ez a szakasz, hiszen voltak, akik nagyon sikeresek voltak, többször is raboltak, és hát nyilván voltak, akiknek talán kevésbé ment annyira jól ez a szakasz, de lássuk is a pontokat. A királylányok, ugye ők voltak a legügyesebbek, ami a pontrablást illeti, ők 7 pontot gyűjtöttek össze. Transzilvák 3 pontot, a mászok 3 pontot, az észbontóknak 0 pont, és a Gryffindor pedig 2 pontot gyűjtött össze a szakasz végére. Gratulálok mindenkinek! Köszönjük a zsűrinek az értékelést, mi pedig már is folytatjuk. Egy újabb feladattal, ez pedig nem lesz más, mint a kérdés-válasz. Ebben a fordulóban egyszerre versenyzik mind az 5 csapat, összesen 10 kérdést fogok nektek feltenni, mindegyiket 4 válasz lehetőséggel. A csapatokat pedig arra kérem, hogy csak a helyes válasz betűjelét írják majd fel a táblára, A, B, C vagy D, és az adott jelre fordítsátok meg, és mutassátok fölfelé a táblátokat, hogy jól lássuk, hogy mit is írtatok ezekre a táblákra. Aki helyesen válaszol, pontot kap. Ilyen egyszerű. Már is itt van az első kérdés. Hol található a Szinevéri tó? A. Délvidék, B. Kárpátalja, C. Erdély, vagy D. Felvidék? Jó, most kérném, hogy mutassátok meg a táblákat, a helyes válasz pedig a B volt, vagyis Kárpátalja. A második kérdés következik. Hol található a képen látható Schönborni kastély? A. Nándorfehérvár, B. Pozsony, C. Beregvár, vagy D. Zólyom? Lássuk a táblákat, a helyes válasz pedig a C volt, vagyis Beregvár. Nagyon gyorsak és ügyesek a játékosaink. Harmadik kérdés következik, mikor nyilvánította az ENSZ április 22-ét a Földanya nemzetközi napjává? A. 1970, B. 1999, C. 2015, vagy D. 2009. Lássuk a táblákat, a helyes válasz pedig a D volt, 2009. Negyedik kérdés következik, ki született Rimaszombaton? A. Mikszát Kálmán, B. Tompa Mihály, C. Kosztolányi Dezső, vagy D. Madács Imre? Mutassátok a táblákat. A helyes válasz pedig a B volt, Tompa Mihály. A felénél járunk, az ötödik kérdés következik. Mire használták Munkács várát 1919 és 1944 között? A. Laktanyának, B. Iskolának, C. Kiállítóteremnek, vagy D. Kaszárnyának? Laktanya, iskola, kiállítóterem, vagy pedig kaszárnya, lássuk. A helyes válasz pedig a D volt, kaszárnyának használták Munkács várát, sőt, nem csak ez az egy vár volt, ami erre a sorra jutott ebben az időszakban, hanem jó pár vár volt kaszárnyának használva. A hatodik kérdés következik,
Melyik vár kertjében található a képen látható turul szobor? A. Ungvári vár, B. Beregvár, C. Belgrádi vár, vagy D. Pozsonyi vár? Hol található a képen látható turulszobor? Ez itt a kérdés. Lássuk a válaszokat. A helyes válasz pedig A, vagyis Ungvári vár. A hetedik kérdés következik. Melyik vöröslistás botanikai ritkaság a kárpátaljai nárciszok völgyében található? A. A vékony levelű nárcisz, B. Harangvirágú nárcisz, C. Bókoló nárcisz, vagy D. Sárga nárcisz. Ha valaki akarja, otthon hobbiból kipróbálhatja a latin neveket is kimondani, én nem próbálkozom meg vele. Lássuk a táblákat. A helyes válasz pedig az A. Nem látom, hogy ki mit mutat, de a vékony levelű nárcisz, vörös listás botanikai ritkaság. A nyolcadik kérdés következik. Mi látható az alábbi képen? A. Trencsén vára, B. Árva vára, C. Krasznahorka, vagy D. Pozsonyi vár. Lássuk a válaszokat. A helyes válasz pedig a B volt, vagyis Árva vára. Itt van a kilencedik kérdés. Kiknek az emlékére állították a képen látható emlékművet? A. A Hoverla emlékére, B. A moszkvai pátriárka emlékére, C. A Nándorfehérvári diadal emlékére, vagy pedig D. A vajdasági vérengzések áldozatainak az emlékére. Mutassátok a táblákat. A helyes válasz pedig a C volt, vagyis a Nándorfehérvári diadal emlékére. És jön az utolsó kérdés ebből a fordulóból, vagyis a tizedik. Melyik híres politikus mássza, vagy mászta meg minden nyáron a 2061 méter magas Hoverla csúcsát? A. Második Rákóczi György, B. Dimitri Medvedev, C. Áder János, vagy D. Viktor Juszcsenko? Hú, de gyorsak vagytok. Na, lássuk a helyes válaszokat. Remélhetőleg a helyes válaszokat. D. Viktor Juszcsenko volt az, vagy ő az, aki minden nyáron megmászta ezt a bizonyos csúcsot. Kedves diákok, ügyesek voltatok. Nagyon örülök, hogy letöröltétek, de többet most már nem kell ráírni. Ha akartok, rajzolhattok valami kedveset. Most viszont a zsűri értékelése következik. Gábor, téged szeretnének megkérni, hogy értékeld ezt a fordulót. Hát én is szeretnélek üdvözölni benneteket. Azt kell mondjam, hogy itt a végletek versenye volt. Volt olyan kérdés, amire mindenki tudta a választ pozitív meglepetésünkre. Volt olyan kérdés, ami kifogott rajtatok. Viszont mindemellett nagyon-nagyon szoros eredmények születtek. Számomra külön meglepetés volt, hogy ilyen aktualitáshoz köthető választ is jól tudhatok, mint az ukrán miniszterelnöknek a hegymászási szokásai. Ennek alapján a feleltválasztós kérdésekre a királylányok 3 pontot kaptak, a transzilvák 3 pontot kaptak, a mászok 3,5 pontot kaptak, az észbontók 3 pontot, és a Griffendél 3,5 pontot. Gratulálok! Gábor, köszönjük szépen az értékelést. Folytatódik a bölcs diákok vetélkedő egy igen különleges versenyszámmal. A csapatok azt a feladatot kapták, hogy adjanak elő egy szabadon választott jelenetet Mikszáth Kálmán Gavallérok című művéből, melyben mindenkinek szerepelnie kell, és nem haladhatja meg a 3 percet. Kezdődjön a jelenetpróba, elsőként a tordai királylányok csapatával. Nemessáros vármegyében ismerős vagyok. Gyakran megfordulok én ott, rokonaim is vannak, barátaim is, kisurak, nagyurak. Össze-vissza,
Ami egyéb iránt nem jelent nagy különbséges Sárosban, mert ott a kisurak is nagyurak, és megfordítva, a nagyurak is kisurak. Sáros a jó tónus és az illúziók vármegyéje. Sokszor voltam ott bálon vagy banketten, és mindig azt kellett hinnem, hogy 100 Eszterházy köztülök. Pedig voltak éppen tudtam én, hogy ezek megyei írnokok vagy apró tisztviselők, kik aztán nélkülöznek, vagy esetleg éheznek titokban. De ha idegen szemfügg rajtuk, hercegi grandezával tudnak megválni az utolsó 5 forintosuktól is. Gavallérok ezek. Illúzió ez. Tehát ön is a becsületes emberek sorába lép. Nincs még korán? Tavaly nyáron egy szép lányal ösmerkedtem meg Bártfán, bizonyos Bajnóci Katalinnal. Hová való? Ő is Sáros megyei. Szőke, barna. A legszebb szőke a világon. No, az derék. A fekete lány még szép, de a fekete asszonyban van valami démoni. Hát minden esetre elfogadom a násznagyságot. Gavallérok. Illúzió. Milyen peh! Éppen most hozzák! A ruhák Párizsból, édeseim! Az én ruháim és Katica menyasszonyi ruhája. Sátelotta Rue Boulogne 24. Onnan szoktam hozatni, és még sohasem főzött le ez az átkozott sátelot. Mindig pontos volt, csak most. Most. Éppen most. Képzelhetitek, milyen bosszúság volt ez rám nézve? Azt hiszem, ha ebbe bele nem haltam, akkor matuzsálemi kort fogok én élni. Steffi, ne vigyorog olyan gúnyosan, mert azt nem tűröm. Persze, te szeretnéd, hogy meghalljak. Végül is, mit tehettem egyebet? Itthon ütöttünk össze egy ruhát a Katicának. Egy akármilyet. Szent ég, ha rá gondolok, hogy miként vagy öltözve, Katica szívem, most is azt hiszem, hogy mentem megütagudta. Ugyan lelkem, hova gondolsz, hiszen a pap és az anyakönyvvezető már itt vannak. Egy órája várnak, a párizsi ruha itt van, és én is szeretném, ha rajtatok volna, ha már egyszer kifizettem, de végre is családban vagyunk. Ruha, ruha, most nem akartok levetkőzni és újra felöltözni. Hagyj békét, Anuska, te pedig Péter, vidd be azt a párizsi dobozt a méltóságos asszony szobájában, ne legyen itt az útban. Gavallér. Illúzió. Engem kiviszel-e Perjesre? Én. Elnye, hiszen te nem is mégy el Perjesig. De oda megyek. Hogy? Ha jól tudom, tegnap Sóváron túl csatlakoztál hozzánk. Az igaz, de ma mégis Perjesre megyek. 9-re benn kell lennem a hivatalban. Úgy, te hivatalnok vagy? Sajnos. És hol? Törvényszéknél. A törvényszéki elnök? Iktató vagyok a telekönyvnél, ha éppen tudni akarod. Ne bolondozz. Engem föl nem ültetsz. A telekönyvi iktatók nem járnak 4 lovon. A négyes fogat, mondhatom neked, Bruder, a négyes fogat festve van, és csak a lámpáknál látszik. Illúzió! A folytatásban a vásárhelyiek jönnek, nézzük, milyen jelenetet választott magának a Transzilvák csapata. De hisz ez borzasztó! Elkésünk! Mit fognak szólni a menyasszonyom szülei? És Katica! Apus, menj már, szólj nekik! Mit szóljak, fiam? Hogy menjünk! Az nem lehet! Hát mit gondolsz te? Soha még Csapicki nem mondta a vendégeinek, hogy menjenek! Inkább a nyelvemet vágatnám ki! Gyere ide! Gyere ide. Fordulj meg. Fordulj meg. Menj és járd körül a vendégek asztalait. Érted?
de úgy, hogy a hátadat lássák. Te most egy plakát vagy, nem inas. Megértetted? Na, menj. Szép asszony, feleség, dagos feleség. Kükölöm a sértést nekem, tas vezér unokájának ne fordítson hátat egy ilyen inas. Ezeket a vicceit a zsurnaliszta úr otthon, Budapesten hagyhatta volna. Steffi, legyen eszed! Eresszetek! Hiszen senki nem akar sérteni téged. Eresszetek! Segédeket ide! Segédeket! Vért akarok inni! Vér! Tas vezér unokája! Igyál inkább egy kis vörösbúrt! Bandi, gyere kocincs vele! A harmadik jelenet következik, és benne a mászok. Voltam egyszer egy esküvőn, amely más volt, mint a mostaniak. Sokszor visszagondolok rá, sőt, a múlt éjjel ezzel is álmodtam. Gondoltam, elmesélem. Endre, mi ez az öltő rajtad? Tudom, na de hát nem volt kisebb a bérlőben. Na de nem is ez a lényeg, Miklós. Remélem elfogadod a nász nagyságot, mert Katizát veszem feleségül Lazsányon a szülői háznál. De gyere, indulnunk kell. Hát természetesen elfogadtam a meghívást. Útközben találkoztunk az öreg Csapickival, s a többi násznéppel is. Annyi finomságot kaptunk az öreg Csapickinál, hogy alig szabadultunk onnan. De ez nem fontos. Térjünk a lényegre. Megérkeztünk Katicához. Visszafordulhatsz, fráter. Elkéstél. Odaadtuk a lányt másnak. Ennyi, no. Ha hol a pokolba késtetek ennyit? Na gyerünk, egy-kettő. A szokásos szertartások után az édesapák megmutatták, hogy ki a legény a gátom. Ami tőlem telik, itt egy kötelezvény, 50 000 forintról. Tedd el, édesfiam. Ne tessék, nem szükséges. Nem, nem. Ne okozz nekem keserűséget. Tudom én, mi a kötelesség. Fájna, ha üres kézzel engednélek el. Kedves menyem! Vannak kérdések, amiket a Csapickiak nem szeretnek előtérbe hozni. Ezek azonban előtérbe kerülnek. Akarva vagy akaratlanul. De nem ez a fontos. A lényeg az, hogy az ország összes csataterein a Csapicki család csontjai hevernek. És hogyha egy Csapicki nem azt tenné, amit egy Csapickinak tennie kell, akkor az összes csont ott, ahol van, megfordulna. Így hát itt van egy 60 000 forintra szóló kötvény. Most már el vagytok látva derekasan. Indulnunk is kell, mert megy a vonat. Ezt is jól megjátszottuk. Kész, itt leáll. Endre, te gyere vissza. Nem jó. Lepődj meg sokkal jobban, amikor Katicát odaadják másnak, mint azt mondja. Te pedig kacagjál rajta, mehetne. Legközelebb mindenképpen úgy lesz. Lássuk, hogyan oldotta meg ezt a feladatot az észbontók csapata. Engem kiviszel Eperjesig? Majd én. Egyszerre hatan is ajánlkoztak, de minthogy a bogozi fogata állt elő elsőnek, az ő kocsijára vitette a bőröndöket. Elnye, hiszen te nem is mész Eperjesig. De igen, oda megyek. Ha jól emlékszem, tegnap Sóváron csatlakoztál hozzánk az egyik közbenső faluban. Hát az igaz, de mégis Eperjesre megyek. 9-re bent kell lennem a hivatalban. Úgy? Te hivatalnok vagy? Sajnos, igen. És hol? A törvényszéknél. A törvényszéki elnök? Iktató vagyok a telekőnél, ha már éppen tudni szeretnéd. Na ne bolondozz, engem föl nem ültetsz. Az iktatók nem járnak négy lovon.
Bogozit a bor beszédessé tette és őszintévé. Adj egy kis tüzet. Csendes volt az éj, és korom sötét. Egy csepp szellő sem fújt. A gyufa szépen égett, mint szobában a gyertyák. Balról a lazsányi erdő szépen suhogott, rejtelmesen, hátuk mögött 10-12 négyes fogadnak a dübörgése verte föl a mélyen pihenő természetet, hogy szinte vonaglani látszott a lovak dobjától a föld, és a szerszámok csengésétől és a csengetjük csilingelésétől ébredezett az erdő. No igen, a négyes fogat. Festve Lambruder, de te még zöld vagy, atyám fia. Becsületemre mondom, zöld vagy, cimborám. No de majd nézd meg a véradatnál, hogyan olvadnak le a négyesek. Hallottál-e már valamit a Mícse, a hatvani professzorról? Hogy ne hallottam volna? Na aztán azt tudod, amikor egy nagy lakomótán hazavitette a vendégeit mindet négy lovas hintón. És aztán reggel ott találták magukat a küszöbön, és a nadrágjuk nagyon el volt kopva. Mert az ördög úgy cibálta őket végig a kövezeten. Erről csak ugyan olvastam. Hát látod, ilyen ördögünk van nekünk is itt Sárosban. Majd nézd meg minket reggel, mikor megvírad. Én különben már a szomszéd faluban elkezdek vedleni. Majd meglátod. Végül, de nem utolsó sorban, a nagyenyedi Griffendale csapata következik. Sárosban a kisugak is nagyugak, és megfordítva, a nagyugak is kisugak. Gazdag esküvők, jómódú családok lakhelye ez, de Sáros az illúziók vármegyéje. Mindenre azonban csak a visszafele tartó úton döbben rá az ide látogató. Hát engem kivisz el Leperjesre? Én! Mivel Bogozi kocsi állt elő legelébb, hát arra ült fel. Ennyi, hiszen te nem is Eperjesre mész. Dehogy nem. 9-re hivatalban kell lennem. Itt a tovajok a telekkönyvnél. Azok ugyan nem is négy lovas hintóval járnak. A négyes fogat. Ugyám, a négyes fogat. Elmondhatom neked, hogy bizony csak festve van, és csak a lámpáknál látszik. Na, de majd meglátod virratnál, hogyan olvadnak le a négyesek. Itt mindenki pompásan jár, de reggelre fordul a kocka. Arról ugyan hallottam, még régebben. Hát ilyen a helyzet Sárosban is. Én már a következő faluban vedlenni kezdek. Hé, Inas, messze van még Vándok? Egy jó fél órányira. Bolond vagy, te itt kellene lennie. Jól ismerem a falumat, nagyságos uram, meg a vidéket, de Vándok még messze van. Akkor micsoda fal van itt a közelben? Gúból legyek, ha van itt bármi is. Nem sokára azonban mégis megérkeztek Vándokra. A kocsi megállt egy ház előtt, míg a János kiugott a bakból. Jó éjszakát! Na látod, az Inas és a két ló már leolvadt. Ugyan, de miért ment el? Hát itt semmi sem úgy van, amint látod. De hisz ez valóságos csalás? Ugyan, kit csalnánk meg? Itt mindenki tudja, hogy a másiknak nincs négy lova. Csak az ősi formákat tartjuk be. Mi a rossz van ebben? Az ajándék? Nem ér öt garas sem? Hát a vendégek. Ugyan, azok is tudnak mindenről. Mégis újontak, lelkesedtek. Természetesen, mert mi a sárosiak nem érünk rá szegénységünkre gondolni, hanem mindig abból tartunk főpróbát, hogy mit csinálnánk, hogy a gazdagok lennénk. Tehát semmi sem volt igaz az egész pompából. Nem, de végül is ez a szokás mi nálunk. A fény, a ragyogás és az összes kincs, a mieink, csak szét van oszva. És hogyha bizonyos alkalmakkor egy helyre hordjuk azt, kinek mi köze hozzá, igaz vagy sem? Na, de már itt vagyunk. Hova tegyelek le? Ide, köszönöm. Az ég pirkadni kezdett keletről, és a hűvös hajnali szél zörgette a fákat. Köd volt, semmit se lehetett látni, csak a kocsit, a távolodó telkönyvíktatót és a lovak hátulsó lapockáját. Tehát igaz, Sárosban a kisurak is nagyurak, és fordítva, a nagyurak is kisurak. A jelenetpróba végéhez érkeztünk, és ismételten a zsűri értékel. Kedves Juli, megkérnélek, értékeld ezt a próbát. Kedves bölcsdiákok, számomra mindig a jelenetpróba a legizgalmasabb. Annyira sokoldalú, annyi mindent megmutat abból, hogy mit tudtok, mit olvastatok, hogyan értelmeztétek,
milyen színészek vagytok, és igazán olyan jó alakításokat láttunk, le a kalappal. Tetszett az, hogy egy ilyen nagy szereplő tömeggel rendelkező művet sikerült 3 vagy 4 személlyel úgy megoldani, hogy egy percig nem volt kérdés, hogy ki kit szerepel, ki kit játszik egy adott jelenetben, csak úgy pattogtak a szerepek egy-egy személy, 2, 3, 4 szereplőt is előadott. Nagyon ügyes megoldásokat láttunk, nagyon jó rendezéseket, úgyhogy a pontok, a pontszámok a következők. Királylányok 4,38 pont, Transzilvák 4,75 pont, Mászok 3,75 pont, Észbontok 3,75 pont, Griffendél 4,25 pont. Gratulálunk! Már is elérkeztünk a kétség kívül legszórakoztatóbb feladatához a ma estének, ez pedig nem lesz más, mint a drót nélküli telefon. Ezen a próbán csak 3 csapattagnak kell részt venni, úgyhogy megkérlek benneteket, hogy beszéljétek meg egymás között, hogy ki az, akinek a memóriájában mondjam úgy a legjobban bíztok, jelöljetek ki magatok közül valakit, aki nem játszik most, jó kivétel a 3 személyes csapatunk. És úgy fog kinézni ez a feladat, hogy felolvasok egy szöveget, ezt a szöveget kell majd továbbítsa az első játékos a másodiknak, a második a harmadiknak, aki majd végül hangosan megpróbálja visszamondani nekünk az eredeti szöveget. A zsűri pedig a megadott fogalmak, nevek, számok, évszámok helyessége szerint, illetve ennek előfordulása alapján fogja majd pontozni a csapatokat. Minden szövegben 5 szó van kiemelve, hangjelzéssel fogjuk érzékeltetni, hogyha egyet ezek közül már sikerült kimondani. Jó, kedves királylányok, hogyha előkészültetek, akkor fejhallgatót fel. Edgar Allan Poe amerikai költő és novellista volt, ő teremtette meg a detektív regény műfaját. Legnagyobb sikert a Holló című verse hozta meg számára, mely 1845-ben jelent meg. Poe ezután gyakran használta a Holló becenevet. 1849. október 3-án eszméletlen állapotban találtak rá az utcán, kórházba szállították, ahol nem nyerte vissza öntudatát, csak szavakat mormogott. 4 nappal később pedig meghalt. Halálának okát a mai napig nem tudták kideríteni, felvetődött az agyrázkódás, a kolera, a szívroham, a veszettség, az idült alkoholizmus, a tuberkulózis, vagy az öngyilkosság lehetősége is. Edgar Allan Poe-ról beszéltek nekünk. Ő a detektív regény megalkotója. Az első műve a Holló című regény, vagy vers, vagy valami olyasmi. Valamikor eszméletlenül találták az otthonában, kórházba szállították, felébredt, de csak szavakat mormogott. Nem tudják a halálának okát, ez lehet tuberkulózis, vagy öngyilkosság, vagy ilyesmi. Hát Edward Allan Poe-ról volt szó, detektív volt, első ilyen Holló című művét adta ki, megtalálták meghalva otthonában, és nem tudták pontosan az okát, hogy miért halt meg. Akkor Edward Poe volt szó, aki detektív volt. Első műve a valami volt, és ő otthonában halt meg, ahol nem lehetett tudni, hogy milyen okból. És ő a 18. században élt. Még csak nem is. Jó. Nem. Hát ha. Edgar Allan Poe nem detektív volt, hanem a detektív regény műfaját teremtette ő. A Holló volt az első, a legnagyobb sikert hozó verse, aztán eszméletlen állapotban találták, 4 nappal később halt meg, illetve a tuberkulózis. Ezeket kerestük, egyet sikerült, nem probléma. Már is megyünk tovább, jönnek a transzilvák. Sigmund Freud, a pszichoanalitikus iskola alapítója, osztrák neurológus és pszichiáter volt. Karrierjében 1895-ben következett be az első nagy fordulat, amikor barátjával közösen publikálták a Tanulmányok a hisztériáról című művet.
A könyvben a neurotikus betegek gyógyításával kapcsolatos tapasztalataikról írtak. Kevesen tudják róla, de Freud a kokain elkötelezett híve volt, tanulmányozta, rendszeres fogyasztója volt, úgy vélte, hogy fel lehetne használni a gyógyászatban a morfium mellett. Zsidó származása miatt Londonba emigrált, itt is halt meg állkapocsrákban. Szóval Sigmund Freudról volt szó, ő pszichológus volt és neurológus. 1945-ben az egyik barátjával publikálták azt a könyvüket, amit a hisztériáról írtak talán. Igen, kevesen tudják róla, de ő a kokainnak a nagy híve volt. Úgy gondolta, hogy a morfium mellett használni lehetne az orvoslásban. Igen. Zsidó származású volt. Sigmund Freudról lesz szó, aki pszichológus és neurológus volt. 1945-ben adta ki egyik barátjával egy könyvet, aminek a címe a Hisztéria volt, legalábbis arról szólt. És úgy gondolta ő, hogy a morfium mellett a kokaint is nagyon jól lehet használni az orvoslásban. Emellett zsidó származású volt. Itt vagyok, figyelek, nagyon. Működik. Jó. Igen. Hát Sigmund Freudról volt szó, aki 1945-ben kiadott egy könyvet. Igen, ne nézzél rám, igen. Akkor ő egy pszichológus volt. Ez igaz. És neurológus. Ő úgy gondolta, hogy a kokain mellett a morfiumot is használni lehetne az orvos tudományban. Vagy fordítva, az de orvoslásban. Igen. A morfiumot használták addig, nem a kokaint. Igen, figyelek. És zsidó származás volt. Igen. Ennyi. Jó, ne haragudj, én csak néztem, hogy van-e még valami. Jó, osztrák volt, ezt kerestük volna, de még a hisztériát felejtettétek ki talán. Kokain megvolt, a gyógyászat szó lett volna talán az orvoslás helyett, illetve állkapocsrák, ez abban halt meg. De azt már nem is kaptátok talán tovább ezt a szót. Megkérlek, adjátok tovább a fejhallgatókat, és már is jön a feladvány, jó? Agatha Christie 1890-ben született. Az angol írónő művei több mint 400 millió példányban jelentek meg. Leghíresebb karakterei Hercule Poirot és Miss Marple voltak. Szereplői ezután még jó néhány művében felbukkantak, életének nagy rejtélye eltűnése volt. Mivel Agatha Christie ekkor már ismert volt, a lapok sokat cikkeztek erről az esetről, az írónő úgy került elő, hogy nem emlékezett arra, hogy mi történt vele az előző 11 nap alatt. Számos teória és magyarázat született, felvetődött, hogy autóbalesetet szenvedett, vagy valamilyen trauma hatására lett amnéziás. Agatha Christie 85 évesen, 1976. január 12-én hunyt el Berkshire-i otthonában. Szóval Agatha Christie-ről volt szó, egy angol írónő. A műveiben legfőképpen Poirot említi. Egyszer hirtelen eltűnt, az okát ezt nem tudják, aztán előkerült, és nem emlékezett, hogy hol volt. 82 éves korában halt meg. Agatha Christie, angol írónő. Regényeiben sokszor említi Poirot, ő, mármint hogy az írónő eltűnt, és mikor előkerült, nem tudta, hogy hol volt, és hogy mi történt vele. ...82 éves korában hunyt el. Jó. Akkor... Igen. Agatha Christie-ről volt szó. Angol írónő. Puerto. Puerto Rico, igen. És eltűnt, és nem tudta, hogy mi lett vele, és 82 évesen halt meg. 85, de határeset.
Jó, Miss Marple volt még a másik karakter, amit kerestünk. 11 napig tűnt el, 11 napra tűnt el, illetve az otthonában hunyt el. Jó, ezek a szavak hiányoztak volna még. A negyedik csapat következik, mégpedig az észbontók. Velük játszunk pillanatokon belül. Csak tegyék fel a fejhallgatókat. Arany János egészen korán, 3-4 éves korában megtanult olvasni, hamuba írt betűk segítségével. Mire iskolába került, tökéletesen olvasott, ez pedig a 19. század elején elképesztő teljesítmény volt. Amikor 1836-ban otthagyta az iskolát, nem költő, hanem festő vagy szobrász szeretett volna lenni. Azért a színészkedést is kipróbálta, és zenélni is tudott. 1866-ban érdemkereszttel tüntették ki, ám azt a költő nem akarta elfogadni. Nem véletlenül a császári kegyről Aranynak megvolt a véleménye. Majdnem minden nagyobb városban elneveztek Aranyról egy-egy iskolát, de még egy kanadai és egy New Yorki magyar iskola is Arany János nevét viseli. Arany János egészen korán megtanult olvasni, már 3-4 éves korában, mire iskolába került, már folyékonyan olvasott, ez ritkának számított a 19. század elején. 1836-ban, amikor otthagyta az iskolát, nem költő, hanem festő vagy más művész szeretett volna lenni. 1866-ban érdemkereszttel tüntették ki, de visszautasította, mivel a császári kegyről megvolt a véleménye. Arany János volt szó. Egészen fiatal korában, 3-4 évesen elkezdett írni, megtanult írni. 1936-ban ott hagyta iskoláit, mivel nem író akart lenni, hanem először festő és ilyen művész. Utána pedig 1966-ban érdemdíjban akarták kitüntetni, de valamilyen kegyről megvolt a véleménye. Hát Arany Jánosról volt szó, aki 3 vagy 4 éves korában már tudott írni. 1936-ban abbahagyta az iskolát, mert festő szeretett volna lenni. És 1966-ban lemondott valami kegyről. Igen, sem, igen. Amiről meg volt a véleménye. Igen. Ennyi. Jó. Hamuba írt betűk segítségével tanult meg olvasni. Elképesztő teljesítmény. Szobrász volt még a festő mellett, és itt az volt bejelölve, érdemkereszttel tüntették ki, illetve egy kanadai iskola is viseli a nevét. Kedves Griffendi, látom már nálatok vannak a fejhallgatók. Akkor már is indulunk az utolsó drót nélküli telefonnal. Lev Tolsztoj orosz író volt, aki elsősorban regényeket és novellákat, majd a későbbi élete során színdarabokat és esszéket írt. Mivel korán árvaságra jutott, rokonok nevelték fel. Élete során szolgált katonaként, alapított iskolát paraszt gyerekeknek, indított pedagógiai folyóiratot, számos könyve közül 2-ről általában azok is hallottak, akik egyébként nem érdeklődnek az orosz irodalom iránt, ezek az Anna Karenina és a Háború és béke. Harmadik nagyregényének megjelenése oda vezetett, hogy kiközösítették. Még ugyanebben az évben súlyos tüdőgyulladást kapott, és a Krimben töltött egy esztendőt. Ebben az időszakban Gorki és Csehov jelentettek gyakori társaságot a számára. Egy orosz íróról van szó, aki esszéket és regényeket írt. Őt kiközösítették, és utána meg tüdőgyulladásban is szenvedett. Még voltak valami nagy íróbarátai. Két híres regényt írt, amelyeket világszerte is ismerték. Anna Karenina és béke, háború és béke. Csajkovszkiról volt szó? Igen. Ennyi? Igen.
egy orosz íróról fogok beszélni neked, Csajkovszkiról, aki esszéket, regényeket, talán novellákat, nem tudom, írt. Kiskorában kiközösítették, majd tüdőgyulladásban is szenvedett. Sok író barátja volt, gondolom ők befolyásolták munkájában. Híres műve az Anna Karenina és a Háború és béke. Körülbelül ennyi. Tehát egy orosz íróról lesz szó. Hagyjuk a nevét, nem fontos. Csajkovszkiról. Oké, én megpróbáltam. Aki sok regényt, novellát, sok alkotása volt, és kiskorában kiközösítették, majd tüdőgyulladásban is szenvedett. Leghíresebb könyve, novellája az Anna Karolina, vagy Karolina, és a Háború és béke. És... hát egy orosz író volt, nagyon népszerű, biztos sok könyvet adták el. 19.-20. századi, és sok író barátja volt, akik befolyásolták őt a munkájában, és hatással voltak életére és alkotásaira. Hát figyeljetek, a regények az jó volt, a paraszt gyerekek maradtak ki, tudom, hogy csak az elsőnek ismerős, a többieknek nincs, hogy tüdőgyulladást kapott szegényke, az is megvolt, Csehov volt az egyik barátja, illetve ahány fej, annyi ész, ahány szív, annyi szerelem, Anna Karenina, ezt kerestük még, és Csajkovszki helyett Lev Tolsztoj volt az a bizonyos író, de köszönjük szépen, akkor kettő volt meg, igaz, jól számolom, kedves zsűri, de hát három? Jó, de ha már átadtam a szót, akkor folytassátok ti, illetve folytassa Bálint, akit felkérnék, hogy értékelje ezt a próbát. Nem volt könnyű feladatotok, miközben itt hallgattalak titeket, hogy alakult át a szöveg, az információ lett, különböző emberek jelentek meg a történetben. Nagyon izgalmas volt, mert arra gondoltam, hogy talán ritkán gondolunk bele, hogy a népmesék hogy maradtak meg ugyanolyannak, amilyenek, és nem maradtak meg ugyanolyannak. Úgy nagy vonalakban igen, de így hallgatva most már úgy azon kell gondolkodnom, hogy azért micsoda csodálatos dolog, hogy a hófehérke és a hét törpét, vagy a piroskát még mindig nagyjából ugyanúgy mondjuk. És ez több száz éven keresztül, tehát a történet lényege megmaradt. És ez ugyanakkor kiemel egy nagyon fontos dolgot, hogy bizony azok, akik népmesét mondtak és jegyeztek meg, és népdalokat adtak tovább szájról szájra, azok nem kis teljesítményt végeztek, hiszen ezt meg tudták tenni. A mi agyunk nem arra született, hogy egyből minden nagy szöveget megjegyezzünk, úgyhogy mondjuk azt, hogy ez egy szép teljesítmény volt visszaadni különböző szavakat, amiket ugye nem gondolunk talán itt már relevánsnak, és azokká válnak. Hát nézzük, hogy hogy állunk akkor. A királylányok egy pontot gyűjtöttek, a transzilvák egy pontot, a mászok tordáról két pontot gyűjtöttek be, az észbontók 0 ponttal zárták ezt a kört, és a Gryffindor pedig 3 ponttal zárta, úgyhogy gratulálok mindenkinek, ügyesek voltatok. A második elődöntő utolsó feladata következik, ami nem lesz más, mint a kreatív feladat, mely idén a Föld nemzetközi napjához kapcsolódik, hiszen április 22-én ünnepeltük szeretett bolygónkat. A csapatoknak az volt a feladata, hogy otthon készítsenek egy használati tárgyat kizárólag újrahasznosított anyagokból. Az elkészítés folyamatát, melyben minden csapattag részt kellett vegyen, egy maximum 3 perces videófilmmel rögzítették, melyet beküldtek, a zsűri pedig már értékelt is. Ezekből készítettünk önöknek egy összeállítást, nézzék! Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy milyen tárgyat készítsünk. Végül úgy gondoltuk, hogy az ifjú párnak, Katicának és Endrinek készítünk NASA ajándékot, egy kis fotelt, ülőalkalmatosságot. És aztán nagyanyánk régi fiókjából előszedtünk egy csipkét, amivel az ülőkét ünnepélyessé tettük.
every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Most pedig az előre elkészített tárgyat felhasználva csapatoknak kampányolni kell a föld védelme és megőrzése érdekében, minél ötletesebben és meggyőzőbben. Elsőként jöjjönek a királylányok. Ez a föld az otthonunk, ez a föld, ahol lakunk, az élethez tőle mindent megkapunk. Múltunk és jövőnk őrzője a föld, hát őrizzük meg egymásnak életek között. Veszélyben vagyunk, mi és a föld, a civilizációnak, az ipari fejlődésnek és a tudományos kutatásoknak beláthatatlan következményei vannak. Kipusztítjuk önmagunkat. Lesznek, akik éhen halnak, mások megfulladnak, egyesek szomjan halnak, és lesznek, akiket betemet a szemét. Takarékoskodjunk a föld tartalékaival, gondoljunk a gyermekeinkre, a jövőre. Az, amit a szemétbe dobunk, akár hasznos alapanyag is lehet. Vannak, akik iskolát, házat építenek pillepalackból, mások kartonból bútort készítenek. Bármit újra hasznosíthatsz. Íme. Íme. Jó, már is megyünk tovább, a második csapat kampánya következik, ők a transzilvák. Az innováció nálunk tradíció. Elege van már, hogy seprűje hamar tönkre megy, esetleg abból, hogy állandóan elhagyja cirok szálait. Íme egy újrahasznosított seprű, amely kizárólag újrahasznosítható anyagokból készült. Ha ön is el szeretné készíteni, csak néhány hulladék kell hozzá. Ha felgyűltek egykoron vizet vagy más folyadékot tartalmazott palackjai, illetve üres karton dobozai, WC papír gurigái, készítsen belőle seprűt és használja háztartásában ön is. Elkészítését és használását azért is ajánljuk, mert ezzel ön is hozzájárulhat földünk tisztaságához és védelmihez. Ne dobd el a szemetedet, készíts belőle valamit és ötletedet add tovább családodnak, barátaidnak, ismerőseidnek. Hord szíveden a föld sorsát, védd őt! A harmadik csapat kampánya következik, jönnek a mászok. Évente több millió műanyag kupak kerül a tengerekbe és óceánokba. Ezzel a tengeri élőlényeket veszélyeztetik. Így jutott ez az ötlet, hogy a környezetünkben levő kupakokat újrahasznosítsuk. A kupakokat négy oldalt kifúrtuk, majd egy drótot átvisztünk rajtuk. Elkészítése nagyon jó mulatság, és nagyon egyszerű. Egy tuti kis lábtörlő, a negyedik csapat következik. Kedves észbontók, lehet kampányolni. A földünk megóvása az egyik legjobb dolog a világon, amit tehetünk, és ezt a pillepalackok kupakaiból próbáltuk megcsinálni. Ez a tárgy a madáretető nevet kapta, mivel a madaraknak ad otthont és élelmet is egyben, és kapcsolatunk a természettel az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk. Dr. Szent Györgyi Albertet idézve, a természet hatalmas, az ember parányi, és az ember léte attól függ, hogy milyen kapcsolatot tud teremteni környezetével. Óvjuk meg a földet! Észbontók, köszönjük szépen, mi pedig már is megyünk tovább, jön a Griffendél. A mi csapatunk is egy madáretetőt készített, mi egy emeletes madáretetőt készítettünk. A alsó részen, ami valójában az itató, egy
kivágott pillepalackot találunk. Azért használtuk ezt az anyagot, mivel ez jelenti jelenleg a legnagyobb veszélyt a természetre nézve. Lebomlásához 450 év szükséges. A madáretető felső része, úgy néz ki, egy ház, úgymond a falai parafadugokból készültek, mivel a bor az a legközönségesebb ital, hát millió dugokat vagy többet dobnak el, és ezekből nagyon könnyen lehet készíteni egy ilyen madáretetőt, és etetni vele a madarakat. A házikunk fedele üvegkanna kupakokból készült, amelyek fémből vannak, és nagyon szennyezik a környezetet, és veszélyesek az állatok meg a növények számára. Amit felakasztjuk, az egy zacskóból készült, ami az is nagymértékben szennyezi a környezetet. Hogyha ezt a madáretetőt elkészítjük, akkor már ennyi szeméttel kevesebbet dobunk a környezetünkbe, és így megóvhatjuk. Vigyázzunk a földünkre, hiszen körülöttünk minden érez, és a természetvédelem a mi javunkat szolgálja. Azért arra kíváncsi lennék, hogy az a sok parafadugó honnan lett nektek. Viszont véget ért a kampányos feladatsor, úgyhogy már is megyünk tovább, a zsűri értékelni fog. Márton Katát szeretném megkérni, hogy a zsűri nevében értékelje ezt a feladatot. A következtetést azt hiszem, hogy ti fogalmaztátok meg a legjobban, hogy a földünk megóvása a legjobb dolog, amit tehetünk. És ez valóban így van. Nekem meggyőződésem, hogy az én lakóhelyemen élő madarak most már bizonyára nem fognak éhezni jövő télen, mert biztosan el fogom készíteni két madáretető közül valamelyiket, bár az is lehet, hogy mindkettőt. Minden alkotás igazán hasznos volt, nagyon ötletes, bármelyiket elkészíthetjük, bármelyiknek hasznát vehetjük, úgyhogy köszönjük szépen az ötleteiteket. A pontszámok pedig a következők. A királylányok a kreatív feladattal 4,56 pontot szereztek, a transzilvák 4,5 pontot, a mászok csapata 3,88 ponttal lett gazdagabb, az érmihályfalvi észbontók 4 pontot szereztek, a griffendél pedig 4,06, vagyis 4,6 század pontot szerzett ezzel a feladattal. Gratulálunk! Kedves hölgyeim és uraim, nem maradt más hátra, csak az eredmény hirdetés. Szeretném felkérni a kedves zsűritagokat most még egyszer utoljára, hogy hirdessenek eredményt. Köszönjük szépen. Hát aki ebben a szoros versenyben felszámolással már tudja, hogy ki mennyi pontot szerzett, annak ezúton is gratulálnék, és igazából azt én egy matematikai zseninek tartanám. A zsűrivel kalkuláltunk, összesítettük a pontokat. A bölcsdiákok vetélkedő második elődöntőjének pedig a következő összpontszámai alakultak ki. A királylányok csapata 22,88 pontot szerzett nagyon szoros versenyben. A transzilvák 20,50 pontot kaptak. A mászok csapat összesen 18,88 pontot szerzett. Az észbontók 14,13 pontot kaptak, a griffendél pedig 22,94 pontot kapott, ami azt jelenti, hogy a bölcsdiákok vetélkedő döntőjébe a nagyenyedi griffendél és a tordai királylányok csapatait várjuk. Mindenkinek szívből gratulálunk! Hát nagyon gratulálunk a csapatoknak, hölgyeim és uraim, ez volt tehát a 8. bölcsdiákok országos szintű vetélkedő második elődöntője. Találkozunk jövő héten ugyanitt, ugyanebben az órában, akkor már a döntővel, a nagyon erős 4-es fogadta. Meglátjuk, mi lesz. Viszontlátásra, jó éjszakát!